Legutóbb kifordult hozzád? Legutóbb egy olyan tanítványom fordult hozzám, aki az első kisbabáját császármetszéssel szülte a kórházban, és nagyon rossz élményei maradtak neki így a szüléssel kapcsolatban, és arra gondolt, miután így a szülés után elkezdte megemészgetni a dolgait, hogy megpróbálja a következő szülést egy kicsit más irányba terelni, és elkezdett már most így a várandóság legelején készülni és tájékozódni, hogy ki tudna neki segíteni ebben. Hogyan kell tájékozódni? Szerintem úgy érdemes, hogy először az ember megfogalmazza a kérdéseit. Ha ezt se tudja, akkor talán olyan emberhez, akiben megbízik, vagy akit ismer, és összeszedi azokat a dolgokat, amire talán keresi a választ. Neki milyen kérdései voltak? Neki az volt az első kérdés egyáltalán, hogy lehetséges-e, hogy másképp történhetne a szülés. Hát akinél császároztak, ott már nem lehet másképp. De lehet. Itt volt rá a válasz. Igen. Hogyan? Úgy lehet, hogy először megnézzük azt, hogy milyen állapotban van, mennyi idő telt el az előző szülés óta. Természetesen az orvosi szempontokat is figyelembe vesszük, és megkeressük azt a helyet, azt az orvost, azokat a lehetőségeket, amik biztosítják, hogy ő egy biztonságos környezetbe tudjon szülni, és akkor megtalálja, mindenki ugye ott szül talán a legkockázatmentesebben, ahol a legnagyobb biztonságban érzi magát. És lehet, hogy erre nem ez lesz a legalkalmasabb, hanem kell keresni egy olyan intézményt, ahol őt befogadják. Találtatok? Még nem találtunk, de fogunk találni. De mit tudsz hozzáadni egy ilyen folyamathoz? Mi a te hozzáadott értéked? Az én hozzáadott értékem a folyamatos támogatás, a jelenlét, és az a hit, hogy én tudom, hogy biztosan lehetséges a saját erejéből megszülje egy nő a kisbabáját. Kit támogatsz? A babát elsősorban, az anyát és magát a születést. Találsz-e szerepet az édesapának? Találok. Dúlaként nagyon sokszor az édesapát is, sőt van olyan, hogy főként az édesapát támogatom, hiszen az édesanyja elég erős hozzá, hogy megszülje a kisbabáját, és nem is mindig igényli a fizikai jelenlétet, vagy a fizikai gondoskodást, és ilyenkor nagyon sokszor az apát támogatom, mind érzelmileg, mind fizikailag. Hogyan? Hogyan? Először is felkészítem őket, tehát van szülés, felkészítő tanfolyam, és ahol el tudom neki konkrétan mondani, hogy milyen feladataik lehetnek. Ebből ők el tudják dönteni, hogy mit vállalnak. Tehát ez is egyfajta kompromisszum, hogy ő mit szeretne tenni ott a szülésnél, milyen mértékben akar jelen lenni, és ezt meg tudjuk beszélni, akkor konkrét segítségeket adok, hogy beszéljen az édesanyjával, milyen lehetséges megoldások vannak arra, hogy ad neki vizet, hogy tudja fizikailag a testhelyzetek változását előidézni. Aztán milyen kis ötletek vannak, amivel még ott tudjuk az anyát támogatni. Tehát egészen addig, hogy ugye kompetensé válik maga az apa is abban, hogy mi történik ott az édesanyjával, és ettől magabiztosabb lesz, és tud is segíteni. Hogyha én azt mondom, hogy én mindent vállalok, mint János és Jakab, amikor Jézus mellé akartak ülni, akkor miért teendő? Mi az a minden? Szerintem itt részben az, hogy azért megismeri az ember a folyamatot, tehát tudja azt, hogy hova jön. Megismerjük az intézménynek akár a követelményeit, vagy akár az együttműködés lehetőségeit, de mindenképpen azért a folyamatot jó, ha ismeri egy férfi is. Tehát, hogy mi az, amiben jelen van, abban mi az anya szerepe, mi a többi segítő szerepe, akár egy orvosi tím szerepe, és akkor aztán egyszerűen csak hajrá, tehát, hogy ami jön, azt szerintem így lehet engedni. Ja, hogy akkor olyan vagy, mint a rőzseszedő néni az erdő szélén, hogy elmondott, hogy majd fiam ezzel találkozol, meg ott lesz az is. Milyen szokott lenni a viszonyuk, a szülőpárnak a viszonya? Egymással. Igen. Én úgy látom, hogy az apákban van egy jó nagy adag félelem, hiszen miért ne lenne? Tehát egyrészt pont az ismeretlenségtől való félelem, plusz egy egészségügyi helyzetként egy szülés, ugye egy egészségügyi intézményben mindenképp ismeretlen, hogyha valaki nem szakmabeli mondjuk. és akkor magától ezt az ismeretlenségtől való félelmet lehet egy kicsit kezelni, úgy, hogy közelebb hozzá egymáshoz a pár. Tehát még bátorítom az apákat abba, hogy forduljanak az anyák felé. Vagy van olyan eset is, amikor pont fordítva az ember egy kicsit visszafogja azt a lelkesedést, amikor látja, hogy az anyának nincs rá szüksége. Hát, hogyha a nőként ezt ugye jobban tudja az ember, illetve hát a saját tapasztalatai révén. Akkor te végül is mediálsz is. Részben igen. Milyen egy túlbuzgó apuka? Egy túlbuzgó apuka, aki nagyon jelen van, tehát mindent akar, mindent megoldani akar, de itt pont az a lényeg, hogy ő ezt a megoldási késztetést, ezt az adrenalin fröccsöt szedjük le ott a folyamatról, hiszen minden adrenalin az oxitocin ellen dolgozik. Tehát jó tudni azt akkor, hogy a nyugalom, illetve az a béke, az segíti az anyát, hogy a saját folyamataiba részt vegyen és azt megélje. Akkor lehet, hogy mégis jobb, amikor kint a folyosót rója az apuka? Szerintem nagyon sokszor igen, nem minden esetben egy férfi dolog ez. Tehát szerintem jó, ezt ebben tudok segíteni talán, hogy előre fölmérjük ezt, hogy mit szeretne az apa, milyen típus, hogy szeretne részt venni, és azt gondolom, hogy ezt közben is lehet változtatni. Tehát akár megbeszéljük, de ha közben ez máshogy alakul, akkor ott abba tudok segíteni, hogy változtassunk rajta. Tehát ha mégis szeretne részt venni, volt ilyen is, hogy az apa kint volt végig, de én tájékoztattam így az eseményekről, és amikor úgy éreztem, hogy az apa megismerése után, hogy ebbe már be tud csatlakozni, akkor jeleztem neki. És jött és élvezte. Van-e repertoárod, hogy mik az igazi nagy élmények, amiket te hogy oda nyújtasz az apukáknak? Mondjuk az egyik ugye a köldögzsinór elvágása. Szerintem a találkozás, az a békés találkozás a babával, amikor örömteljen így ott tudnak lenni, és tényleg amikor félelem nélkül ott tudnak lenni, így a baba megszületésénél, illetve az a sikerélmény, amikor úgy élik meg a folyamatokat, hogy támogatni tudták az édesanyát, és egy közös, pozitív élmény születik a születésből. Tehát jelen tudnak lenni mind a ketten. Ez, mondj egy ilyen képet, hogy ez hogy néz ki a te szemedből? Az én szememben úgy néz ki, hogy ott van két várakozásteli ember, bizonyos elképzelésekkel, ezeket ugye megbeszéljük, megosztjuk, végig ugye egyfajta támogatás, kérdés-felett formájában ugye jelen vagyok végig, viszem őket szinte egyfajta családtagként vagy barátként, és aztán amikor ugye oda kerülünk, akkor ezek az elvárások felerősülnek egy intézménybe, ezen is azon segítünk, hogy, vagy segítek igazából, hogy az elvárások találkozzanak valahol így aztán az élményekkel, vagy közeledjenek egymáshoz, és amikor azt látom, hogy tényleg így megélik azt a tapasztalatot, azt az örömteli élményt, és úgy, hogy nincs kérdés, hogy eltűnnek azok az addigi akár felmerülő kétkedések, vagy bármi. Tehát azt látom, hogy kérdés nélkül pozitívan, örömtelén át tudják élni a folyamatot, és ezt együtt teszik meg. Együtt és a babáért. Meddig kíséred még őket? A születés után a kórházban ahogy igény van, tehát általában ott szoktam maradni még így egy-két órát, de azt már én átadom, hogyha minden problémamentes, és tényleg ez így zajlott, ahogy mondjuk körülbelül elmondtam, akkor ott hagyom őket, hogy egymásra találjanak, tehát abban a folyamatban én csak tényleg minimális segítéssel veszek már részt. És nagyon gyakran utána, tehát valójában a szerződésem, vagy úgymond ez a szóbeli megállapodás addig szól, de gyakran megmarad ez a kapcsolat szinte így örökre utána valamilyen formában, tehát kérdéssel mindig felhívhatnak, megbeszéljük, ha bármi olyan probléma van a baba körül, de ez már egyfajta baráti támogatás. Most a 2010-es évek közepén, ugye még az a forgatókönyv, hogy a babát megmossák és kiszippantják a légutait. Hogyan lehet elérni azt, hogy maradhasson a magzatnáz? Szerintem mindenképpen meg kell beszélni ezt a szakszemélyzettel, a protokolloktól függ, tehát minden kórháznak más a protokollja, és az is nagyon fontos, hogy a szülészeti osztály és a gyerekosztálynak is más a protokollja. Tehát amikor a kisbaba kijön, akkor ugye már nem a szülésznőgyógyászati osztály protokollját tartozik, hanem a gyerekosztályé. tehát önmagában a szülést kísérő szaksegítség, ott a szülésznőgyógyász, illetve a szülésznő nem kompetens abban, hogy a babával mi történik utána. Legalábbis a legtöbb kórháznál ez így van. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy ha van ilyen igény, és úgy tudjuk, hogy a kórházban ez mondjuk egy protokoll szerinti folyamat, akkor vagy kell keresni egy gyerekgyógyászt, akár fogadni is, és akkor ő megbeszélni vele, hogy ő legyen ott, ő fogadja a babát a szülésnél, és ő már tudja akkor biztosítani, hát neki van, hiszen erre kompetenciája, hogy akár nem mossa le a babát. De lehet, hogy csak egyfajta pozitív kommunikációval megkérjük az ott jelenlévőket, hogy ezt ne tegyék meg, mert mi szeretnénk. Mivel azt gondolom, hogy egy ilyen szülés, az nem egy vita a helyzet, az nem egy harcmező, hanem ott már a háborítatlanság, ami a legfontosabb. Mindenképp, hogyha van ilyen igényünk, azt jó belőle megbeszélni. Milyen egy álomszülés? Ha lenne kompetenciád, akkor te hogyan rendeznél be egy szülést? Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert konkrétan az én két szülésemet mondhatom meg álomszülésnek. Megálmodhatunk bármit, aztán akár lehet más is. Szerintem attól lesz egy szülés álomszülés, hogy úgy tudjuk megélni, hogy nem fűződik hozzá olyan dolog, amit ne tudnánk utána elmesélni a gyerekeinknek, ne tudnánk utána azt mondani, Szóval, hogyha egy meseként fogalmaznék meg egy szülést, akkor utána én nem írnék át rajta semmit. Már mesélted gyerekednek? Az én gyerekeimnek a kedvenc történetük, kedvenc meséik a szülés történetük. A születésnapjukkor többször el kell mesélni, de így az év során többször is. Szoktak belekérdezni? Természetesen, éppen ami aktuálisan érdekli őket, azt kivesézzük, és újabb részletekkel gazdagítjuk. Legutóbb? Legutóbb kb. 2,5 hete a kisebbik lányom 5. születésnapján újra előkerült a téma, és már az előtte levő estén is el kellett mesélni, másnap a kocsiban is el kellett mesélni. Ott az volt a legkedvencebb részlet, hogy a születése után, amikor az édesanyját lekapírta, és ezért őt meg kellett fürdetni. Ennyit arról, hogy a magzatváz maradhat, vagy nem maradhat. Beleegyeztem a mosakodásba. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.